Szóval hol tartsam a táblát? Hogy ketten fogjátok? Hát az enyémet ő ne fogja azért. Sziasztok, Ungvár Miklós vagyok. Sziasztok, Fodor Rajmund vagyok. Üdvözlünk benneteket a Magyarok YouTube csatornáján. Ciao Bella. Én azt gondolom, hogy a mai napig is elkísér. Nem csak engem, bajnoktársaimat, azokkal, akikkel jó néhány hetet lehúztunk egy bizonyos szigeten. Szövegírása nem próbálkoztál még soha amúgy? Valahonnan szereztem papírt, meg valahonnan szereztem ceruzát is, vagy tollacska volt? Tollacska. Na és akkor így sorra-sorra raktuk össze a szöveget igazából, aztán utána összeállt ez az egész. Fogyás. Szigetről, mikor visszajöttem, sokan azzal fogadtak, hogy úristen, hogy 10-12 kilót mennyit fogytál, és hogy így, meg úgy. És mindenkit ki kellett, hogy ábrándítsak, hogy mielőtt felszálltam Dominikán a repülőre, a reptéri csomagmérlegre ráálltam, rámertem állni, és csak 4 kilóval mutatott kevesebbet. A szervezetem visszaalakult egy picit olyan, mint hogyha valahol sportoltam volna. Wow. Testvérei? Na. 4 nővérem van és 5 öcsém, de erre nem nagyon tudják felfogni az emberek, és akkor te hányadik vagy? És akkor te akkor bátyád nincs, 4 nővér és 5 öcséd. Aha, akkor húgod sincs. Gyerekkoromban ez egy picit így máshogy zajlott, mert olykor bementem a suliba, és hányan vagytok testvérek, mondjuk 10, akkor jöttek a kritikák, meg a dumák, meg a minden. Hát gondoltam egyszer, hogy bemondom egy 3-on. És azt úgy mindenki frankon elfogadta, igen, ám csak körbeért a kör, és újra kérdezik, hányan vagytok? 4-en. Hát múltkor 3-at mondtál. Én mondom, azóta született egy, de akkor is még oké, el tudtam ismásolni, de aztán utána belebuktam a csávába, egy picit talán így kerültem ezt a kérdést, vagy ezt nem akartam úgy megválaszolni, volt egy időszak, de azóta nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egy 10 gyerekes családban nőhettem fel, és igazi gyerekként élhettem meg a gyerekkoromat. Én azt nem tudom elképzelni, hogy milyen esetleg egyedül lenni, vagy milyen, akinek egy testvére van, vagy kettő. Nekem ez volt a természetes, hogyha volt valami, akkor 9-szer kellett megosztanunk. Óhó, most már tudom. Esztergályos Cecília. Nekem 2 kedvenc anyósom van. így nyitnám. Tehát kedves feleségem, édeszülei korán elváltak, és Cecília az én mostoha. Anyósom, ő egy külön jelenség, tehát őt nem nagyon lehet besorolni semmilyen kaszba. És ez produkálja nem csak a színpadon, vagy a színész életben, vagy a művész világban, hanem a családi életben is. Úgyhogy állandó szereplés, kinyitja a szemét onnantól szerepel, ameddig este el nem alszik. Isteni a főztje, ezt el kell mondani. És azt is el kell mondani, hogy nem nagyon szereti, hogyha mi elmegyünk megnézni a színházba. Tehát vagy titokba kell menni, vagy csak olyan darabot nézhetünk meg, amit ő megenged igazából. Van egy kérdés. Ez tényleg nagyon rövid. Nincs is alatta semmi. Na. Wow. Te, ha ők jönnek, ott már nagy a baj. Ez mi lesz? Játékvezető. Hát ez jó téma. Játékvezetés. Hát büszkén nem mondhatom, hogy 2016 óta nemzetközi játékvezető vagyok, FINA bíró. Ez a világ egyik legnehezebb hivatása, a vízilabda bíró. Erre úgy kell felkészülni, hogy igazából közelítesz a bitófa felé, mert egyszer fel fognak akasztani. Tehát ismerős, jó barát, a konfliktust fel kell vállalni. De az kell, hogy érezzék és tudják, hogy ezt nem direktből csinálod, hanem lekéshetsz egy jelenetről, vagy lecsúszol egy nem várt dologról, de hülyeséget nem fogsz fújni. Egy huszárvágással. Kíváncsi vagy? Lenne a... Dakar. Wow. Na, ez egy kedvenc téma. Erről tudok reppelni rendesen. Igen, az életem során nagyon sokszor vannak ilyen kisebb El Camino-k, úgy neveztem el az első ilyen kis kiruccanásomat, és mondhatom azt, hogy
azóta is rendszeresen elkísérez, ha nem is minden évben, de két évente mindenképpen beugrik egy ilyen extra kis kirándulás. Történt ez a Dakarral is, amikor kiutaztam egy régi baráttal, egy nagyon jó csapattal. Hát a Szaharában, meg ott a sivatagban, meg ott a kősivatagban nem mindig esett annyira jó, mert tényleg egyszer felfordult nagyon durván a gyomrom a harmadik napon. Mi az az exatlonhoz képest? Itt is megéltem nagyon-nagyon durva dolgokat. Hat nap után, egy nap pihenő, azt gondoltam, hogy most ez jó lesz. És még hét nap. Nem tudom, vegyes érzelmek, de visszamennék ide, és ez is olyan, mint az exatlon. Mennyit vezettél? Úgy volt, hogy vezetek, de aztán babonából nem, itt nagyon babonás a csapat. Akkor így célba értetek, jó? Így célba értünk. Volt egy semleges szakaszon is vezetek, majd aztán nem, aztán akkor most már maradjunk ennél felállásra, de annál többet lapátoltam, volt, hogy csüngtem a lökhárítón, tapostam, toltam, gyalogoltam a kocsik előtt. Hát egyszer úgy jöttünk, hogy tényleg szó szerint egy nagy M1 kamion lefújt előttem, én megnyitottam a szemet, betettem a kötelünket, az ember nagyon integetett, hogy ne, mondom, igen, ne, vissza, köszi. És abban a pillanatban nem volt vissza, mondom, lükverz és húzzák ki minket, és kirántott. Nem hét kérdés van. Hetedik te magad légy. Bolondság. Fiatalon, mire gondolhatnak? Ha ezt írják be Fodorra, mint fiatalon. Úristen. Bohém. Jobb képű hát, vagy most már. Most... Hogyha már a Miki elmondta, hogy szöglédi gyerek, én pedig szögedi gyerek vagyok. És akkor... miért jó szögedivel kezdeni? Ezt mindig el kell mondani. Megérti a szöglédit. Nem, mert az nem azt mondja, hogy még egyszer, hanem még ötször. Tudjuk el, egy szögedi nem tudja. Hát, Szegedről indult a karrierem, 20 éves koromig ott voltam. És imádom Szegedet, milliónyi emlék fűz hozzá, elolvad a szívem, amikor és hát Szegeden az, hogy járok. Szeged mellett még tartozik Fodor úr Ungvárinak egy nagyon egy hallével. Ez én hát, sarom. Szerintem így sokat igaz. Tudna beszélni ott a park, a régi így szerelmek igaz. Lábnyoma, csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, lehetne még itt beszélni. És ott van egy nagyon jó halászcsárda a Szeged szomszédságában. Volt egy fogadásunk, ugye? És kárta. tudja. Napszerparti volt. Napszerpartikat nyomtunk. Óriási csaták voltak, és... hát 462 lejátszott parti után Ungvári győzedelmékkel. Utolsó szabacskám leleplezője. Rajmesz lesz. Nézzük. Kölcsönös. Akarom látni. Hát ez érdekes. Mi az? Nézzük. Mondanám azt, hogy kínaiul van ráírva, hogy algyói halászlé. Mikor ezt csinálják? Jó, hát hívunk pszichológus, hogy kibeszéld magadból, hogy még nem jött létre a hallőjövés, de... Ezt rosszul is érint. És hát akkor esett meg, hogy Hollandiában éltem egy évet, ahol megismerkedtem egy kis tetováló stúdió tulajdonosával, és az úriember már tényleg Dublintól Athénig, New Yorkban mindenkit tetovált, hölgyeket tetőtől talpig, és még azon felül is. Mindig az volt a kérése, hogy ha tetováljon valamit a karfiol fülemre, a Califlower neki ez valami, csak egy névjegyet, hogy oda tehessen. És hát megesett egy átbólingozott Heinekenezett éjszaka után, hogy mondja a holland. Amikor én rábólintottam hosszas unszolás után, hogy na, üsse kavics, akkor legyen. És a következő pillanatban tényleg ott zizegett a fülemnél ez a kis tetováló gép, bár ő nem ezt az elképzelést kultiválta. Szerette volna japánul, hogy a két kis kanji, a judo, a sportomat, hogy ráteszi. De én egy kicsit olyan elrúgott, elcsépelt. Gondoltam ezt abban az időben, nagyon sokan a vállukra ide-oda tetováltak judo kanjikat. Én úgy voltam vele, hogy magyar paraszt gyerek mit tetoválna magára. Mondom, ős magyar rovásírás vérjük oda a sportomat. Mondom, ez ekkora ötlet ott teste. És akkor megszületett így. Azóta is nagyon sokan kiolvassák, főleg az, hogy megint eltört a füled. Mondom, igen, nagyon fáj. Fáj tényleg. Mondom, igen. Ragaszkodik nagyon. Hoppá. Ajjaj. Erről sokat esett szó, de... Te vagy. Semmi kérdés, csak így... Hát az én házam teteje nagyon jó cseréppel van megépítve. Nem tudom, a tiétek hát hogy áll. Jó, köszönöm. Végül is. Na, vegyük komolyan, tehát Wolf Kati. Ez egy érdekes része így az életemnek, mert egyik nap csak csörgött a telefon, és mondták, hogy van egy ilyen dolog, én megmondtam, hogy ha-ha-ha. Hogy akkor lehetne
a Nagy Duett című műsorban a Wolf Kati párja lenni. A legvégén beadtam a derekam, mert amit fölvázoltak, az egy picit más volt, mint a valóság utána. De mindegy, arra büszke vagyok. Én csak arra büszke vagyok, hogy nem én estem ki elsőnek. Arra még büszkébb, hogy másodiknak sem. Én ameddig benne voltam, így élveztem. Ennek azért a Kati nagy részt vállalt abból, hogy én ezt olyan módon élvezem is, mert nyilvánvaló volt mindenki számára az első találkozás után, hogy se hangom, se mozgásom. De aztán mégis bátrak voltak, és felmertek vállalni. És itt azóta nádaházam teteje. Nádfedeles kürtítjó már, Tiszán. Nádaházam teteje. De ebből is látszik, hogy maradandót alkottam. Ez volt a mi videónk Rajmival. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, továbbra is nézzétek a Magyarok YouTube csatornáját, és iratkozzatok fel.